Kedves embertárs, ebben a videóban is egy olyan kijelentést fogok tenni, ami igencsak megbotránkoztató. És nem azért teszem ezt a kijelentést, hogy én mindenképp megbotránkoztassak valakit. Tehát nekem nem szándékom megbotránkoztatni valakit, bárkit is. Nem szeretnék én úgymond ilyen sokkos állapotba hozni senkit, akivel beszélek, vagy akihez szólok. Nem ez az én szándékom. Az én szándékom továbbra is az, ami volt több mint 10 éve. És pedig az, hogy minél inkább megértsem az igazságot, és megmutassam az embertársaimnak. Az egy teljesen más kérdés, hogyha az ember megismeri az igazságot, és megmutatja azt embertársainak. Azáltal ő botránkozás szül. Mert az igazság botrány ebben a világban. Az igazság nem lehet botrány. Az igazság nem egy olyan dolog, amihez hozzászokott az emberiség. Nem vagyunk hozzászokva az igazsághoz. Én sem vagyok hozzászokva az igazsághoz, kedves embertárs. Mindig szeretem hangsúlyozni azt, hogy én sem vagyok kivétel. Én is be voltam csapva, valamilyen mértékig most is be vagyok csapva. Tehát nem mondhatom el, hogy én teljesen beigazultam, felemelkedtem, szent vagyok. Tökéletes vagyok, nem erről van szó. Viszont arról szó van egyébként, hogy ha az ember kezdi megérteni Istennek egy elméből az igazságot, és azt meg is mutatja, nem tudja elkerülni azt, hogy az megütközés szüljön mások számára, hogy az botrányos legyen más emberek számára. Ezért mondjam azt az igazsággal, az igazságnak a megismerésével és annak kinyilvánításával együtt jár a botrány is, a megütközés más emberek számára. De nem azért, mert a megbotránkoztatónak az ott a célja, hogy megbotránkoztassa embertársait, hanem azért, mert az igazság szokatlan. Az igazság nem egy olyan dolog, amivel összenőttünk, amit mindannyian értünk és mindannyian tisztában vagyunk. Ebben a videóban a botrányos kijelentés az, hogy a legrosszabb bélyek, a legeslegrosszabb bélyek, amit az ember magára vehet ebben a világban, az a kereszténység. Nagyon sokan beszélnek arról, sajnos nem mindenki tudja, tehát nem mindenki rossz indulattal teszi ezt. Van, aki tudja, hogy mit csinál, van, aki tudja, hogy ezzel mit épít, ezáltal mit épít, de nagyon sok naív ember van, jóhiszemű ember van, aki nem tudja, hogy ez a fogalmazás, ez a megfogalmazás helytelen és félrevezető, és egyre inkább félrevezetőbb. Tehát az, hogy keresztény vagyok, keresztény lettem, buddhista voltam, keresztény lettem, hinduista voltam, keresztény lettem. Én ebben a videóban azt szeretném mondani, hogy ha nem vagy kíváncsi az igazságra, nem akarod Krisztust megismerni, és buddhista vagy, akkor maradjál buddhista. Ha nem szeretnéd Krisztust megismerni, nem szeretnéd őt személyesen meglátni, akkor maradjál inkább hindu, inkább jogázzál, legyél inkább muzulmán. Ne akarj keresztény lenni. Mert a kereszténység a legsúlyosabb megtévesztés, ami van a Földön. És nem úgy a legsúlyosabb, hanem nem csupán a legsúlyosabb, hanem egyre inkább növekszik annak a súlyossága. Tehát a legalatomosabb megtévesztés, ami van a világban az, hogy elhitetjük emberekkel, embertársainkkal, hogy nekik is fontos volna kereszténynek lenniük. Keresztények milliói és százmilliói mennek tönkre lelkileg, megy tönkre a lelkük, megy kárba a lelkük, avagy károznak el. A keresztény szó nem garancia semmire, kedves hallgató. A keresztény szó ki van ürülve. Megpróbálom ebben a videóban elmondani, hogy mi a különbség a keresztény és a Krisztusi között. A kereszténység és Krisztus között. A Krisztus az, amit az ember személyesen megélhet, személyesen megtapasztalhat, amikor keresi az igazságot és gyermeki alázattal és szerítséggel Istenhez kiállt. Akkor az ilyen személy nagy valószínűséggel Krisztus fogja megtapasztalni azt a szellemiséget, azt a lelkületet, amit Krisztus bemutatott nekünk itt a Földön.
Viszont a kereszténység ezzel szemben az egy emberi erőködés, emberi szervezetés, emberi rendszer, pontosan olyan rendszer, amilyen volt a zsidóknak annak idején. Egy ilyen farizeusi, vallási rendszer. Érthető? Ahol már az emberek próbálják tolmácsolni embertársaik számára a Krisztust. Emberek mutatják be Krisztust az embertársaik számára. Ők magyarázzák el, hogy ő mit gondolt, hogyan akarja, mint akarja. És nem arra bátorítanak, hogy légy önálló, hogy te ismerd meg őt, te halld őt, a vágyakozzál arra, hogy cselekedd őt. Érthető mi a különbség a kereszténység és Krisztus között? Egyikben az emberek akarják tolmácsolni Krisztust, a másikban meg az van, a másik irányzatban meg az van, hogy az ember személyesen kap meggyőződést, kijelentést és vezetést az élő Istentől, hogy azáltal kijöjjön minden hazugságból, minden labirintusból, minden útvesztőből, minden hiába valóságból, minden bűnből és minden hazugságból. Ez a lényeges különbség a kereszténység és Krisztus között. Egyik emberi, és a másik viszont isteni. Krisztus isteni, és a kereszténység viszont emberi. Használja Isten nevét, használja Jézus nevét, használja Krisztus nevét, de viszont az embereket továbbra is az emberkövetésben tartja, a földi emberi rendszerekben tartja, a mammon szolgálatában tartja. Ez a lényeg. Nagyon fontosnak tartom, hogy ezt megérteni és ezt megértetni minél több emberrel, hogy ahogy így haladunk az idő végezete felé, a kereszténység egyre inkább el fog kurvulni, ki kell ezt mondani, a kereszténység el fog kurvulni. Aki abban bízik, hogy ő keresztény, mert abba keresztelték és bemerítkezett, meg nem tudom én milyen vallási szertartáson vett részt, az ember még mindig megtévesztésben van. Ő becsapja saját magát, őt jóformán be sem kell csapni, mert saját magát becsapja, önként megy bele a megtévesztésbe. És a videónak a legfőbb üzenete, legfőbb mondandója az, hogy amíg a kereszténység, az egy emberi szerveződés, változik, elmúlik, összeomlik, újból létrejön valahol, addig, amíg Krisztus az élő, és amíg az ember nem tapasztalja meg ezt a dolgot, az, hogy Isten egy élő Isten, addig teljesen biztos, hogy még mindig embereket követ, emberi rendszerekben van, és emberi rendszerektől várja a megoldásokat. De mivel, hogy emberek emberektől várják a megoldásokat, ezért sajnos ugye bejön a neheztelés is, a felelősséghárítás, meg a hibáztatás. Tehát mint ahogy kívülről más emberektől várjuk a megoldásokat, ugyanúgy folyton kívül vannak a hibások, és kívül van minden, ami rossz, ami gonosz, ami ugye nekünk nehézséget okoz. Tehát a kifelé mutogatás, a neheztelés, a hibáztatás, és az, hogy kint keressük a megoldásokat emberi rendszerekben, keresztény rendszerekben, kéz a kézben jár egymással. Kedves hallgató. Tehát, hogyha valaki úgy érzi, hogy bajban van, hogy hazugságban van, valami nem kerek az ő életében, annak ellenére, hogy megvan minden, megvan a pénz, megvan a jólét, megvan a szex, megvan az étel, megvan a szórakozás, megvan a vakáció, megvan minden, és mégis úgy érzi valaki, hogy valami nem kerek az életében, akkor még véletlenül se gondoljon arra, hogy neki most kereszténységre van szüksége, még inkább keresztényikelő változzon. Nem erre van szüksége senkinek, hanem az igazságra. Az igazság teszi az embert szabaddá, és az nem más, mint a Krisztus. Aki őt személyesen megismeri, az ember szabad lesz. Aki őt személyesen nem ismeri meg, akinek folyton mások mondják el, hogy ki volt ő, ki ő, és Isten mit gondol, az ember teljesen biztos, hogy még mindig rendszerben van, emberi rendszerben gondolkodik, és valódi szabadulást, valódi békességet nem fog látni az ő lelke. Isten áldjon mindenkit. Szevasztok!